sportosat. Híradónk vendége Urbán Flórián, az MB3-as BVSC labdarúgó csapatának vezető edzője. Szervusz, gratulálok! Jó estét kívánok! Már megnyertétek a bajnokságot a keleti csoportban. A három csoportot összevetve, ti nyertétek meg legelőször bajnokságot. Mindezek ellenére nem irigyellek téged. Miért? Megint rosszkor, rossz időben voltál BVSC-nél. Ha csak nem cáfolsz majd meg, hogy mire gondolok. Mert most ugye a bajnoki cím nem jelent automatikus feljutást, mivel az MB2-es létszámot csökkenteni fogják. Ezért ugye most a MB3 győztesei, az MB2 16, 17, illetve a 18. helyzetével játszanak majd. Elég húzós, Nyíregyháza, Békés Csaba, Bárki beeshet, Csákvár. Tehát nem lesz egyszerű feljutni az MB2-be most. Erre gondoltam. Viszont ugye a célkitűzés az volt veled szemben, hogy fel kell juttatni a csapatot. Igen, hát hogy a célkitűzés az volt velem szemben, hogy csinálják egy csapatot, amilyen játékos voltam. Azt szerették volna a Pista Vácsi, ugye Kistek István, aki a hívására kerültem a BVSC-hez. Azt kérte, hogy amilyen játékos voltam, szenvedéllyel játszottam, és ezt szeretné játni a csapaton is, tehát egy egységes csapatot csináljak, nem mellékesen, hogyha ez egy bajnoki címmel párosul, ez egy nagyon jó dolog. Tehát így kimondatlanul nem volt az minden áron az, hogy meg kell nyerni a bajnokságot, de természetesen azért az ott volt, hogy egy osztálya feljebb szeretne lépni a BVSC, hiszen korábban volt második is, egy-két éve úgy próbálkoztak, nem sikerült. Mert igen, most egy új szabályt hoztak be, amivel ugye a bajnok automatikusan nem kerül föl, osztályozott kell játszani. Hát most is igazából ezzel, hogy most jókor voltam, jó helyen, vagy rosszkor, rossz helyen, az én lelkiismeretem az borzalmasan tiszta, meg a játékosoké is, akik ebben a szezonban megtettek mindent, veretlenek, még nem kaptunk ki, van még hátra két forduló, bízom benne, hogy ezt tudjuk tartani a továbbiakban is. Aki ezt a döntést hozta, az majd biztos elszámol a lelkiismeretével, hogy lehet ilyen döntést hozni, hiszen én azt gondolom, hogy aki sportolt, vagy korábban, az azért átgondoltabban döntött volna ebben a dologban, hogyha valaki egy éven keresztül kőkeményen dolgozik, akkor azt még egy osztályozóra kényszerítik. Amit lehet mondani, ugye azért ezt hallottam egy-két dolgot, hogy mit magyarázok én, hát, hogyha olyan jók vagyunk, akkor biztos megverjük az MB2-t. Így is lehet nézni ebből a szemszögből is. Én azt gondolom, hogy az egyenes dolgok azért jobbak lettek volna, tisztességesebb lett volna. Nyugodtan az MB2-es csapatok játszottak volna osztályozót, három kiesik, a több megosztozott játszik a másik két kieső helyért. De szóbeszéd, hogy az MB2-es klubok tulajdonosai érdekeltségei egy picit úgy ráhatása voltak az MLS-re, hogy ezt a döntést hozzák meg. Ha ez így volt, akkor nem jó, mert ez mutyi az olvasatomban. Ha pedig valaki úgy döntött, hogy az íróasztalnál leült és azt mondta, hogy akkor a három bajnoknak osztatot kell játszani, az se jó, mert az pedig hozzá nem értésről tesz tanúbizonyságot, úgyhogy egyik sem jó, de hát ugyebár nálunk itt azért nem kell meglepődni semmin, ez van, el kell fogadni, nem értünk vele egyet, azonosulunk, megvárjuk az osztályozót, és igazából én úgy vagyok vele, hogy egyáltalán nem foglalkozok vele, van még két mérkőzés, a következő a Kisvárda 2, én azzal foglalkozok, aztán mondod, hogyha vége a bajnokságnak, kisorsák, hogy ki az ellenfél, megnézzük, hogy ki az ellenfél, kimegyünk, amit tőlünk telik, biztos, hogy meg fogunk tenni mindent, a játékosok is, de még egyszer azt mondom, a mi lelkiismeretünk, ez borzalmasan tiszta. Akkor nem is nézed az MB2 táblázatát, hogy... Mit nézek rajta? Azt sem tudom, hogy ki kerül oda, még van két forduló. Egyáltalán nem érdekel, hogy ki, vagy mi, vagy miért. Mm-hmm. Amikor vége lesz, akkor természetesen meg fogjuk nézni, fel fogjuk térképezni az ellenfelt, akit kisorsolnak nekünk, fel fogunk készülni az ellenfélből, de azt gondolom, hogy ezt előre most ezzel foglalkozni két héttel előtt, tehát azt se tudjuk, hogy ki lesz, ugye ott én nem szoktam nézni a táblázatot, meg csak mondják, hogy egy-két pont van a csapatok között. Igen. Most én kit nézzek, térképezünk fel ötöt, majd aki lesz, majd akkor azt megnézzük, azaz egy héten felkészülünk rá, a legjobb tudásunk szerint. Jó, kanyarodjunk vissza időben, a múltban, ugye kineveztek a BVSC
vezető edzőjévé, elindult a bajnokság, és elindult a szekér, és mindenki azt várta, hogy na, mikor jön majd az első vereség. Jelen pillanatban egyetlen vereségetek sincs még, és mindjárt vége a bajnokságnak. Mikor érezted azt, hogy ez így meg lehet folyamatában? Tehát, hogy elkaptátok a fonalat, vagy nem foglalkoztál vele? Nem foglalkoztam ezzel sosem, nem néztem a táblázatot se. Én nem foglalkozok ilyenek. Én végzem a dolgomat hétről hétre. Minden mérkőzés után kielemezzük a saját csapatunk játékát, ezt videón levetítjük a játékosoknak, utána a következő ellenfelet is kielemezzük, megnézzük, és azon a héten felkészülünk az ellenfélből. Én nem foglalkoztam azzal, hogy veretlen vagy nem veretlen, biztos, hogy sokan vannak, valószínűleg nem kevesen, akik nagyon várják már az első vereséget, de hát az élet az ilyen, hiszen ebben az országban élünk, ahol nem az érdem, hanem az érdek alapján haladnak előre emberek, és nem azt nézik, hogy esetleg valamit csinált valaki. Én ezzel nem foglalkozok. Remélem, hogy nem kap agyvérzést senki, aki azt várja, hogy kapjunk ki, vagy esetleg örömében, hogy valami problémája legyen, mikor először kikapunk, és igazából ez nem érdekel egyáltalán. Én a saját dolgomat végzem, az élet most úgy hozta, hogy edző lehetek, csinálom a dolgomat, és a legjobb tudásom szerint próbálom csinálni. Aztán, hogy mi lesz belőle, ezt majd meglátjuk. A játékos állományt mennyiben tudtad befolyásolni, vagy már kész játékos állományt kaptál, és azzal kellett dolgoznod? Nem hinném, hogy olyan helyzetben voltam, vagy lettem volna, meg nem is vagyok ilyen, hogy most én elkezdtem okoskodni, hogy ilyen meg olyan játékosokat. Ugye a Pista bácsi a szakmai igazgató, maximálisan tisztelem az elképzeléseit. Ugye edzőm volt annak idén Újpesten, az egyik legjobb szezonom volt akkor, amikor kőkeményen fogtak. És ugye 15 gólt rúgtam középhátvédként akkor az Újpestben. Most is Pista már ott van szakmai igazgatóként, kőkeményen fog, és igazából nem volt az, hogy én okoskodjak, hogy éljen meg ilyen játékos. Ugye az játékos állomány az adott volt, akik ott voltak. Egyetlen egy dolog volt, amiben kéresen volt, hogyha ne adj Isten, egy meg nem értett futballzseni van az öltözőben, aki szétbombázná a csapatot, amit esetleg építenénk, akkor azt hagyj, zavarja már nagyon gyorsan, jó messzire. Mert nincsen bajom ezekkel az emberekkel, mert a világ azért kerek, mert mindenki más, mindenki másképp gondolkozik. De ha egy mód van az én környezetemben, ilyen hülye gyerekek ne legyenek, mert akkor az nem biztos, hogy előre visz engem. El kell menni oda olyan helyre, ahol van olyan edző, aki szereti az ilyen piperkőcöket, meg az ilyen meg nem értett futballzseniket, és akkor ott kell edzeni. És igazából óriási szerencsém volt, és ezt korábban is mondtam és nyilatkoztam, hogy az öltözőben nem volt ilyen. Nagyon jó emberi tulajdonsággal felvértezett játékosaink vannak, akik maximálisan azonosultak azzal, amit én, vagy nem is csak én, hiszen a szakmai stábot meg kell említenem, hogy a Kincses Ádám pályaedző, a Dudás Adi az erőléti edző, Erdély Karcsi kapusedző, amit mi felvázoltunk, azzal azonosultak, és abban az irányba mentek el. Egy nagyon jó hangulat alakult ki, jöttek az eredmények, a győzelmek, ez még jobban összekovácsolt őket, és ezen az úton haladtunk idáig, és én bízom benne, hogy a jövőben is ezen tudunk menni. Őszinte választ kérnék. Csapat játszik, amit játszik, azt játsz, amit te találsz ki, amit te mondasz nekik, vagy amit esetleg a szakmai igazgató szeretne látni? Pista bácsának mindig van véleménye a mérkőzés után, de mindig az összeállítást azt én határozom meg, és hogy mit és hogy játszunk. Utána minden héten van egy értekezlet, megbeszéljük a dolgokat, vagy jó, vagy rossz dolgokat, vagy amit ő látott, és ebből építkezünk, mint ezt mondtam korábban, hát én ismerem Pistabát, egy edzőm volt, szakmai igazgatóként is az út van, hogy minél jobbak és jobbak legyünk, és egy pillanatra sem lehet akár megpihenni. Talán csak egy gondolat, hogy már még a tavaly, mikor kétszer x-eltünk, azt hiszem Hajdúszoboszló és nem tudom ki ellen, és már kőkeményen azért oda le lettünk teremtve, hogy ez nem annyira jó nekünk, és mondtam, de Pista, már 8 ponttal vezetünk, és miért nem 15-tel? Tehát ebben semmi baj nincs, mert ott van mögöttünk, fog minket, és nincs olyan, hogy amit esetleg ő szeretne látni, van véleménye, nagyon jókat beszélgetünk, nem is mondanám, hogy vitatkozunk dolgokról, nagyon jókat beszélgetünk, véleményt cserélünk, és aztán pedig hozunk egy döntést, vagy én hozok egy döntést, hogy a hétvégén hogy játszunk. Aztán hozod meg.
Mindig én hozom meg. És még nem kaptál emiatt? Kis telekiótól. Az, hogy kaptál, tehát hogy mondtam, hogy beszélgetünk. Vannak nézeteltéréseink abban, hogy miért három belső védővel játszunk, miért nem négyel, másképp látja a dolgokat, de ez egy normális dolog, és egy normális egy szakmai beszélgetés. Mert mondom, még ezt mi nem vitatkozunk sosem. Uh-huh. Érvelünk a magunk módján, én is elmondom, hogy én ezt miért és hogy láttam. Pista mese mondja, és igazából ebből vita nincs. Én azt gondolom, ez itt teljesen jól működik ez a kapcsolat. Uh-huh. Jó, tehát akkor végülis a te kézlenyomatod tulajdonképpen az, hogy a BVSC nem kapott ki egy bajnoki meccsen sem eddig. Hát az játékosok érdeme az, hogy mi kigondolunk a szakmai stábban valamit, azt meg is kellene valósítani. De és igazából akkor a nagy hülyeségeket nem találunk ki, amit nem tudnak megvalósítani. A játékosok képességeire mérjük a taktikát, az ellenfélhez is idomulunk valamilyen formában, minimálisan. Úgyhogy ez a játékosok érdeme, hogy idáig ezt megvalósították. Gondolom, jóba vagy a játékosokkal. Hogy fogadtak? Nem, őket kell megkérdezni. Ez hogy jobban vagyok, ez megint olyan dolog, hogy nekem senkinek sincs bajom. Tehát mindenki a maga módján szárnyaljon. Uh-huh. Úgy a pályán, az életben. A jó hangulat, ez egy borzalmas fontos dolog, és elmondom nekik mindig ezerszer, szinte minden nap. A jó hangulat a legfontosabb. Búval, bízi emberekkel nem lehet semmit csinálni, de ne legyél hülye, mert az nem ugyanaz. Uh-huh. Tehát a jó hangulat az nem egy olyan hülyeséggel, hogy hülyeségeket csináljanak. Én azt gondolom, hogy nagyon jó hangulat. Az, hogy én most jó vagyok, hogy nem tudják, hogy mit képviselek. Hangos szó, nagyon, nem tudom, egy vagy két mérkőzésen volt, amikor egy kicsit föl kellett emelnem hangulat. Nem mondod. Csendben ott ülsz és nézed? Nagyon csendben és nyugodtan a félidőben, és nagyon nyugodtan mondom el nekik, hogy mit merre vagyam. És igazából én azt gondolom, hogy elfogadják azt, amit kérünk, vagy azt, amit mondok nekik, mert olyat nem kérünk, amit nem gyakorolunk. Tehát mindig ez egy fontos dolog, hogy olyat kérünk tőlük, vagy olyat követelünk, amit előtte edzésen gyakoroltunk, olyat nem, amit nem csináltunk. Ők is tudják, hogy mihez kell tartani munkat. Az, hogy most jó vagyunk, vagy kedvelnek, vagy nem kedvelnek, nem ez a legfontosabb, én azt gondolom, hogy az edzőt szeretik, vagy nem szeretik. Igazságosnak lenni, és egyenesnek kell lenni velük. Tehát egy alap dolog, hogy, és azt játékosként is gyűlöltem, amikor hűítettek, és a oldalvíz, a kamudumákat itt nyomták nekem az edzők, édes Istenem, hagyjuk már ezt, gyűlöltem. Ezt edzőként sem. Tehát én egyiket sem hűítem, hogy dolgozzál többet, meg majd a te posztodon, de a többet dolgozol, majd te játszod. De hogy is az edző dönti, hogy ki játszik. Én elmondom nekik, mindig 22 ember alkotja a keretet, ha valakit 5 percet teszünk be 5 percre, ha 2-re, 2-re, ha 90-re, 90-re, azonosuljon vele, és abban az időszakban tegyen meg mindent. De hogyha neki ez nem jó, akkor odajön, és azt mondja, köszönöm szépen, nekem nem jó, hogy csak 5 perc állok be, el szeretnék menni. Oké, megbeszéljük, akkor elmész és nem volt ilyen, nem tapasztaltunk ilyet, hogy bármelyik játékos is így odajött volna, hogy el akar menni, mert keveset játszik. Tehát az elén is mondtam, emberi tulajdonságok, nagyon jó emberi tulajdonságok vannak felvértezve. Ők ezt megértették, tehát egyenesen beszélünk velük, úgyhogy nincs mismásolás. Tehát csak a példát tudom elmondani, hogy annak idején ugye Csank János volt a válogatottnak a kapitánya, és beívott az edzőtáborba, Tatán a szobájába, és akkor mondta, hogy Urmán, hát, hogyha én klubedző vagyok, maga nálam soha nem játszik. De ez a magyar labdarúgó válogatott. Ha bizonyít, akkor itt marad, ha nem, akkor elválnak útjaink. Kimentem a szobába, és azt mondtam, hogy végre egy ember egyenesen beszél velem. Ki kell mennem a futballpályára és bizonyítani. Megadját, és kimegyek és bizonyítok. Aztán Anglia ellen játszottunk a Wembleybe, utána Olaszországgal itthon, és a harmadik meccsem Szaúd-Arábiában, én voltam a csapatkapitány. Tehát egyszerű dolog ez, az egyenes beszéd. Tehát én ehhez tartom magam, és ebben az irányban megyünk. Idáig ez működött, és ez sikeres. MB2-ben megállnátok a helyeteket? Vagy még nem foglalkozol ezzel? Megint olyan, hogy megállnánk a helyünket, vagy nem. Ezt nem lehet tudni. Ez ilyen... Majd akkor kiderül, hogy ott vagytok. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy van egy... És az életben ugye tapasztaltam, hogy annak én Váregenben játszottam, és egy kis csapat, egy nagyon egységes csapat alakult ki, három légiós lehetett akkor még csak kint.
és az Ausztrál Vidmár volt a Holland Klubben, és én voltam a harmadik, és nagyon jó csapat alakult ki, és a klub történetének a legnagyobb sikerét érte el, a Vargem negyedik helyen végzett, és Szuperpokalba tudott indulni. Ebből a vezetők felbuzdultak, és mindjárt igazoltak 5-6 játékost, akik nem voltak jobbak, mint akik ott voltak, de ergo azokat úgy gondolták, hogy akkor most ők jönnek, akkor ők játszanak, akik meg ott voltak, azok úgy gondolták, hogy akkor az én helyemre hozta az egységet, a csapatot úgy szétbombázta, mint a húzat, a Vargem kiesett. Én azt gondolom, hogy ha egy csapat elér egy sikert, egy ilyen sikert, ugye, akár veretlenként, azért az nem lett véletlen, és azt nagyon megbolygatni nem lehet. Értelemszerű, hogy mindig kell egy kis vérfrissítés, de maximum 2, de maximum 3 poszton, ami olyan. Ezeknek a fiúknak kell megadni a lehetőséget arra, hogy bebizonyítsák azt, hogy igenis, nem véletlenül lépnének egy osztályt, hiszen még nem léptek. Igen. Azt utána az élet majd eldönti, hogy ez mennyire elég, egy biztos, hogy csapatként erősek, együtt vannak, bármilyen túlerőt akár le tudnak győzni, de én azt gondolom, a lehetőséget meg kell nekik adni arra, hogy bizonyítsanak, ha úgy alakul az élet. Először is, hát ugye itt van most az osztályozó, itt kell bizonyítani a csapatnak. A BVSC előtt hány éve volt-e utoljára kispadon? Ültél kispadon? Hát ezt nem tudom, mert nem foglalkozok vele. De több év? Mert valahol igen, hát nem egy, az biztos. Jó pár év, de nem tudom mennyi az, mert nem nézem, vagy nem nézegetem ezt, hogy mikor voltam edző, vagy mikor nem. Most, hogy ilyen jól álltok a bajnokságban, jól szerepelt a BVSC szerepel, megveregették most azok is a váradat, akik korábban elfordultak? Nehogy veregették, hát a... Nem is kívánom ezt, tehát így vagyok így a médiával is, tehát ugye azt én korábban is mondtam, hogy nem megyek sehova, nem nyilatkozgatok, mert nem futhatom magam, meg nem kell nekem, hogy itt irkálnak rólam. Végzem a dolgomat, a tabella majd ott mutatja. A probléma ott van, hogy akik korábban lebunkóztak nyíltan, újságírók, azok jelentkeztek most, hogy akkor tudnák beszélgetni. Nem értem, hogy miről. Tehát ez már a pofátlanság csimborászója, hogy tehát lebunkóz, utána pedig, hogy nem beszélgetek senkivel, nincs miről beszélgetnünk, a tabella mutatja, és igazából nem veregeti senki a vállamat, de nem is vágyom ezt. Tehát én nem vágyom arra, hogy itt megsüvegeljenek, hogy milyen jó. Én végzem a dolgomat szép csöndben. Egyetlen egy embernek kell a vállamat megveregetni, ez Pista bácsi, aki néha ezt megteszi, de többit én nem hiszem. A Pro licenced az még él, megvan még? Persze, hát teljesen. Tehát mehetnél NBA-be és vezetőedzőnek? Bárhova, akár Nyugat-Európába is. Jó, csak ugye időként azt meg kell újítani, csak ezek éreztem, meg, hogy meg lett újítva, igen, ugye ez még mikor ide kerültem a VSZ, akkor meg lett újítva. Ugye az van egy pontrendszer, amit meg kell szerezni, ami miatt automatikusan megérsül, ezt a pontrendszert ugye sikerült megszerezni, egy rövid ideig ugye a Kincses Ádám volt vezetőedzőként, és akkor utána, amikor megvolt ez a pontrendszer, akkor tehát rendesen, teljesen rendben a papírjaim, nem kell és mi is másolni, de ugye ez is egy olyan dolog, ugye Pista bánál, hogy itt nincsenek kiskapuk, egyenes fehér-fekete. Megszereztem a pontokat, tehát teljesen nyugodtan ültek bárhol a padon. Ha hívnának, mennél máshova? Nem foglalkozok ezzel, mert egy nem hívnak, a mennyasszonyom szokott hívni. Ebben nem gondolkozok, hogy hívnának. Nem kell. Őszintén nem érdekel egyáltalán. Ki hív, nem hív, nem érdekel. Én nagyon nyugodtan élem az életemet. Korábban talán vehemesebb voltam, de most nyugodt vagyok. Ezt akartam mondani, hogy korábban nem így gondolkodtál, nem nyugodt, ilyen voltál. Nyugodt vagyok, csinálom a dolgomat, elmegyek az edzésekre, felkészülök, a mérkésre felkészülök, csinálom a dolgomat. Többi ez engem nem nagyon foglalkoztat, hogy mi lesz, ki hív, ki nem hív. Én nem foglalkozok ezzel, hogy hol van, itt vagyok a BVSC-nél, én köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, tisztességesen csinálom a dolgomat. Lehet, hogy azért, mert megtapasztaltad, hogy a labdarúgás nélkül is van élet? Korábban is gondoltam azt, és igazából abban az irányban is mentem, hogy a labdarúgás nélkül is van élet, hiszen a megértési futball bűnöző kategóriát nem szerettem volna gyalapítani, amit az országban azért vannak jó páran. És ugye elmentem a civil élet felé, de ott is teljesen nyugodtan éltem az életemet a civil foglalkozásban. Nem voltak olyan álmaim, hogy én majd egyszer edző leszek, talán itt is mondtuk többször is, hogy én mondtam, hogy soha, de ugye mondtuk, hogy azt nem mondtuk, hogy soha, azt nem mondjuk, mert nem lehet tudni. Akkor is nyugodtan éltem az életemet, így is nyugodtan élem az életemet.
nincsen bennem semmi olyan, hogy most az élet úgy hozta, hogy most labdarúgó edzőként tevékenykedhetek, azt mondja, hogy az élet úgy hozza, hogy nem, akkor majd megint ez egy új helyzet áll elő, és akkor majd megnézem, hogy merre van az előrevezető út. De nem leszel emiatt öngyilkos? Hát nem fog a Dunának menni, hogyha nem a futballal foglalkozok, az biztos. De még egyszer én azzal foglalkozok, ami van. Most mi lehet, vagy ami mi volt, az sosem. Tehát ami volt, azzal nem érdekel, nem foglalkozom. Nem mersz álmodozni? Vagy már ennek az oka? Hát, vagy már annyi pofont kaptál a magyar labdarúgástól, hogy emiatt nem mersz? Nem vagyok álmodozó típus, hogy én álmodozok, hogy itt én nem álmodozok. Uh-huh. Rajtás talán vagyok, itt vagyok, tisztelte vagyok, köszönöm, csinálom a dolgomat, aztán, hogyha nem itt leszek, és ha nem keres senki az égvilágban a magyar futballban, hát akkor biztos majd azokat keresik, akik jó haverok, vagy érdekből esetleg mondjuk meccset még nem nyertek a csapataikkal, de biztos, hogy szépen öltöznek, szépen beszélnek, aranyosak, hát valószínűleg azokat keresik, de még egyszer ez nem az én dolgom, hogy én ezzel foglalkozzak, az én dolgom az, hogy az én nyugodt kis életemet azt továbbra is fenntartsam, és tisztességesen végzem a dolgomat a BVSC-nél. Ami ugye parádésan szerepel. Hát a tények makacs dolgok sajnos, igen. Azt ugye az nehéz. És mi a BVSC erőssége? Minek köszönhető, hogy veretlen a bajnokságban? Ezt nem lehet megfogalmazni, hogy mi az erőssége, meg mi a gyengesége. Egy biztos, hogy amit kértek tőlem, Pista, amit kért, egy csapatot csináltunk. Tehát ez egy csapat, egységesek, együtt vannak, ez volt a cél. Játékosként is még gyűlöltem ezeket a magamutogató, önimádó hülye gyerekeket, jó telerugdos tömeget edzésem, mert halálom, gyűlöltem. Itt ilyen nincs, egységesek, van erősségünk, van gyengeségünk, de hogy mi az, ezt így nem tudom így megfogalmazni, hogy ez a BVSC-nek most ez az erőssége. Egy biztos, hogy nyugodt hátteret biztosítanak a csapatnak, a vezetők, ez egy nagyon fontos dolog. A játékos is tudják, hogy mit, miért, mikor és hogy csinálnak. Én azt gondolom, hogy ez már egy olyan dolog, amiben lehet építkezni, és utána pedig egy egységes csapatot építve, ami sikerült, vagy jó úton haladunk, az egy erősség lehet. De most az, hogy a támadójátékunk, a védekezésünk, hogy mi vagyunk erősek, ezt nem lehet megfogalmazni. Jó, oké, te mondtad, hogy nem álmodozol, nem tervezel, már nem nézel előre, majd lesz, ahogy lesz. Játékosok között van olyan, aki szeretne NBA-be játszani, és képessége alapján valóban ott lehetne? Vannak ilyen játékosok? Nem tudom, megmondom, ezt nem kérdeztem tőlük. Egy biztos, hogy az NBA-ben mindenki szeretne játszani. Ez az egy biztos, de ezt nem tudom, hogy most NBA-ben vagy képességek alapján. Ez mindig egy olyan dolog, hogy lehet, hogy most itt valaki rugott 18 gólt és adott 16 gólpaszt, és elmegy egy egészen más közegbe, ott nem, hogy 18-at még 5-öt se fog rugni, meg nem fog annyi gólpaszt, hanem egy egészen más közegbe kerül. Tehát ezt így nem lehet megmondani, hogy a képesség alapján igen, ezt a játékost én azt gondolom, hogy az NBA-be fog játszani, vagy az NBA-be el kell, hogy vigyék, vagy magasabb szintre. Mindenkinek van egy szintje, ezen a szinten jót esetek, csapatban jót esetek, azért lenne egy érdekes dolog, hogyha föl tudnánk kerülni, megnézni, hogy a magasabb szinten hogy teljesítenek, és utána lehet majd arról beszélni, hogy talán. De most így azt mondani, hogy itt olyan játékosok vannak, akik NBA-t, ők mindenki szeretne, mindegyik azért hajt és küzd, hogy az NBA-t megmutassa magát, ami nagyon jó dolog, mert ők is rajtástalaján vannak, és az lenne jó, hogyha meg is tudnák magukat mutatni, azt, hogy ez most sikerül, vagy nem, ez majd elválik az osztályzón. Nagyon negatívan foglalkoztál itt a labdarúgással kapcsolatban, úgyhogy nem nagyon lobog benned a tűz, hogy nagyon imádom. Ezért megkérdezem tőled, hogy azért Újpesttel foglalkozol? Néha ránézel a tabellára? Ránézel arra épp a tévé közvetítésre, amikor játszik az Újpest, vagy átkapcsolod a tévét? Igen, hát azt a lobogó tüzet azt az, hogy a évek alatt sikerült kiölni. És ezért inkább sok nyugodtabb vagyok. Az Újpesttel, ugye én Újpesten születtem, ott nőttem föl, ott játszhattam. Az Újpest az nekem az egy külön dolog. Ez nem csak a labdarúgó csapatról szól, hogy Újpest szurkoló vagyok, hanem Újpestről is. Természetesen meg szoktam nézni, amikor van lehetőségem, akkor megnézem az Újpest meccset, de megnézem az NB1-es meccseket is, meg szoktam nézni, hogyha úgy van.
De és igazából ebben sem foglalkozok, mert ha foglalkozok vele, energiát veszek el attól, ami a feladatom lenne, hogy mondjuk az ellenfélbe felkészüljek, hogy az én csapatomat felkészítsem, mert nem az én dolgom azzal, hogy most Újpesten mi történik, lesz váltás, nem lesz váltás, ki jön, ki nem jön. Ez egy szomorú dolog, hogy ilyen nagymúltú klub ilyen helyzetben van, de hát ugye tudjuk, hogy a viszonyok, hogy milyen viszonyok vannak, talán az egyedüli klub, akinek a tulajdonos a saját pénzből gazdálkodik, a többi nem biztos, hogy éppen saját pénzből tengődnek. Úgyhogy nehéz a helyzet, a tulajdonos nem tiszteli mondjuk a tradíciókat, ezáltal a szurkolókkal nézeteltérés van. Én azt kívánom, hogy rendeződjenek, igen, az Újpest is kerüljön egy olyan szintre, amit meg, de ez nagyon nehéz, hogy olyan szint, amit megérdemel, mert ez egy tulajdonos klub, de csak azért annyi jogon nem, azért tenni kell, és ennek van, hogy a tulajdonos tenne ezért, hogy esetleg kicsit a klubot ne csak mindig minden évben a kiesés ellen harcoljon, de talán az anyagi keretei ezek nem teszik lehetővé. Hát ez egy összetett kérdés, nehéz. Én bízom abban, hogy az Újpest és a szurkolók miatt, akik fanatikusan biztatják, hogy láthattuk most az utolsó derbin is, hogy mennyien voltak és milyen fanatizmussal tudnak szurkolni. Kitartanak, egyenes háttal, a csapat mögött vannak. Én azt kívánom nekik, hogy rövid időn belül legyen olyan csapat az Újpestnek, ami komolyabb célokért tud küzdeni, mint a kiesés. Én kíváncsi vagyok a jövődre, hogy ez a remek szereplés, ez hová fog téged elrepíteni, és talán még az sem kizárt, hogy előbb vagy utóbb még akár a újpesti kispadra is. Soha nem lehet tudni. Emlékezzél rá két évvel ezelőtt, mit mondtál, és most igaz. Hol vagy? Ez is igaz, én nem is mondok semmit, egy kicsit megmosolyogtam a dolgot, de nem lehet tudni, hogy az élet mit fog hozni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. További sportosat.